nyolcra, ahol most tart. Az a pár hozzáérés, amit te jeleztél. Az igen! Az olimpiai ezüstérmes átröppen a 2.35 fölött. Az látszik, hogy Balázs tényleg félelmetes állapotban van. És ha egyszer el fogja hinni azt végérvényesen, hogy ő ide tartozik, ebbe a mezőnybe, akkor azt gondolom, hogy ez a pici görcsösség, ami benne van, ami az olimpián is kijött belőle, hogy nagyon akart. Ami persze nyilván minden sportoló akar, ezt is tanulnia kell. Szerintem lehetőleg jobb úton halad, azért idén volt először egy olyan éve, amikor nem az egyetemi tanulmányra kellett koncentrálni az egész esztendőben. Talán kevesen tudják róla, hogy elvégezte az állatorvosi egyetemet, amellett, hogy EB ezüstérmes, olimpiai elődöntős, és nem mellesleg egy perccel ezelőtt verte meg a regnáló világbajnokot és a francia csúcstartót, és futott a második vagy a harmadik legjobb idejét, hiszen ennél kétszer futott jobbat akkor, amikor Amsterdamban az elődöntőben és a döntőben állt rajthoz. Azért 41 elején kezdte a szezont valahol, és folyamatosan 40 alját, most 30 közepét, és kétszer